mehetünk visszafelé. Irány a New Hope, ami a Hope's Glade igazából, de szóval az 18. körnél járunk. Hopp, teleportációs teleportációt láthatunk. A kőoltárt nem látogattam meg. Ha bolond vagyok. Hopps, az is ad még mindenfélét. Ki? Kiváló, kiváló. Közben lemaradtam a chattel egy picikét. Üdv mindenkinek. Luther Martin lett belőlem, mert hát ez biztos, én maga vagyok a Luther istenség. Várjátok, ahhoz még nem mentem oda, ugye? Akkor ez most meg fog történni. A strange arc she noticed that was almost worn to the touch and varied it slightly. She studied many strange ruins for the times of Aurelia, but never one that seemed so alive. 500 archway ruin, az mi az XP? Milyen fura ikonja volt az XP-nek, figyeltétek? Ilyen radioaktív. Martin Luther King. Igen. Így is van. Hajaj! Baryon Mercenaries. Ti csalatkoztok hozzám? Legyünk barátok. Guarding the road was a large force of mercenaries hailing from the merchant states of Beria. Oké. Okay. Forduljunk vissza, azt mondják nekünk. Ide csak a Flint hegységből érkező szállítmányok jöhetnek be. Igen, therefore you are thieves and trespassers. Ugye bemutatkoztunk, hogy mi vagyunk amúgy a helynek a úrnői, úgyhogy amit csinálnak, az konkrétan lázadás. Úgyhogy azt mondja, we are honorable mercenaries here on a contract and merely following orders. Na most akik valószínűleg téged megbíztak, drága mercenaries, azokat megöltük. Köpök a kontraktodra, azt mondja. Nálad van az ércem. Így hát, tolvaj vagy. Vagy visszaadod, és elmondod, hogy ki bérelt föl. És még az is lehet, hogy felfogadlak. Nem fél tőlünk. De figyelmezte, hogy... Igen, tehát, hogy nem azt... Aha, jó. Breaking our laws. Then our friendship... We must battle. Hát, ki gondolta volna, hogy háborúba fogunk csalatkozni velük. Meg fog történni. És akkor hőseinket itt így elhelyezzük, és mehet a manuális csatepaté. Na várjál, mert nekik ilyen hát hatalmas dárdájuk van, gondolom ő két egységre, vagy két területtel előre tud szúrni. Nekem van egy ilyen gyanúm. Akkor taktikailag kéne eljárnunk. Aha, tudtam. Valóban két egységre előre tud szúrni. In that case, az 12-en vannak. Voltam. Ugyan. Na most alapvetően van némi probléma. Azt kell, hogy mondjam. Jelenleg egységeinket hát a megrakás állapota fenyegeti. Hát azt a tizet csak lelőném nagyon gyorsba. Láncsás és nem dárdás. Oké, jogos. Édes mindegy, szurka piszkált vele minket is távolról, és nem esett jól. A footmenyeink oda lettek. Konfirmáció. Jó, add a damage. Jó, azt kérem, ilyen köszönöm.
Jó. Fogpiszkálósok, na. Így is van, így is van. Na jó. Hát túléltük, bár egységeink megszenvedték ezt a bulit. 200 gold, egy kő, egy fa. Útjelzőtábla. Plusz movement. Na várjál, ott looted cart. Ott is van ilyen izé. Ott elesett commander. Egységeink átkutatják a dolgokat, és túlélők után kutatnak. From the rubble they heard moan and they uncovered a badly injured militiaman. Egy nagyon súlyosan sérült katonát találunk. Addig tartottunk ki, ameddig lehetett, mondta a katona. Majd visszavonultunk. Túlságosan erősek voltak. Kitette ezt? A Berrien katonák Barkspur felé nyomultak. Aha. Commander Kunkor? Nem. Men of Elven setting fire to our homes, taking no surrender. All we can do was flee to the hills north of here. Elhagyta az élet a testét. His essence is in the wind, but Stormwind will stand. Stoutheart, bocsánat. Stormwind, teljesen kész vagyok. Jó, liberate, fel kell szabadítanunk Barkspurt. Kutassunk túlélők után, ez is egy opcionális feladat. Jó, hát én itt még azért szana megszéjjel néznék, csak várnom kell egy kört, hogy lépni tudjak. Oké. Okay. 600 pénz. Ott is vannak hullákok. Egy viseltes kesztyű. Vagy pénz. A kesztyűt kérem, köszi. Tök jók a hangeffektek. Nagyon tetszik ez a hangeffekt, ami van, amikor hozzáérünk, vagy oda megyünk mondjuk ezekhez a épületekhez. Tök jó. Visited, meg az is tetszik tényleg, hogy kírja, hogy mi az, amit meglátogattunk már. Van itt egy cozy tavern, meg egy tavern. Tehát két tavern van. Hát meglátogatjuk a kocsmákokat. Oké, okay, ahogy elértjük a hegy tetejét, kocsmát találunk ott. Igen. És üdvözli egy bárd. Hoho! Hoho, egy bárt, na várjál. Kukurcsin vagy, hogy az Istenbe hívek, te vagy az? Oké. Okay. And with your aid, sir, will stand returning peace to the ordered land. Hoho, nagyon jó. Oké. Okay. 5 movement speed. Look for survivors, azt teszem. Na, ők tudnak csatlakozni hozzánk, 6000 pénzért 30-an. Jaj! Korcsma! Szerintem véletlen rányomtam, és most ők 30 ilyen kolléga csatlakozott hozzánk. Mit szóltok ehhez? Csodálatos, ugye? Bővítenünk kell a hadseregünket, vagy a seregeinket, mert hát kevesen vagyunk. Kérdés, hogy ha most én oda visszamegyek, tudok, de csak, csak hogy tudok-e megint felfogadni, vagy ott azt abból úgymond kijátszottunk. De most nem megyek arra vissza, csak így kérdésügyileg. Kökörcsin, azaz. Nem kukurcsin, majdnem. Egy hülyeség. Mi az angol? Angol neve. E betű. Dandelion, azaz. Dandelion.
De az csak új, akkor jó, Béla, az se rossz, igen. De úgy kell mondani, hogy ilyen rekettesen Tenderloin, mert csak akkor hiteles a név kiejtése. Jó, erre nem tudunk elmenni, kizárásos alapon, akkor az úton megyünk tovább. Mert ott azért látnám, hogy, vagy látom, hogy van ott valami. Hi! Opa! Na ott az a város. Megláttuk a távolból Parkspur fényeit. It was clearly occupied by another force of Varian mercenaries, this one led by a wielder. She raided her soldiers for a final battle to retake this region. Úristen, az utolsó harc következik, hogy ezt a régiót visszafoglaljuk. Ezzel valószínűleg az első mappot sikerrel. Jajjaj, hát ott egy kollega. Nimander Breeze. Treat lever towards... 25 és 100 között lehet a egység... Jajjaj, hát az nagyon sok. És hogyha én erre elmegyek még a harcok előtt... Tévedtem, nem megyek el, megtámadott, nyomorult simlis féreg. Hát, jó. Dráma van. Kérhetik a cseten valamibe kapaszkodni ott, mert... Hát de neki puskása van. És nem az öcsi bácsira van gondolva. Jó, ez a 30 legény, ez mit tud csinálni? Amúgy ott van a karakterünk, nyugi. Van gond. Még olyan dárdása is. Hűha! Hűha! De nem bánta. De most mondtam, hogy ne bánts! Dead? Egy se halt meg! Az meg ráadásul high groundon van. Azt kapta. Ez mit csinál? Nekem reloadolnom kell velük, úgyhogy egy kör kimarad. Az halt, oké. Az is halt, nagyon jó. Belefér. Kevésbé fér bele. Azt alázzuk meg, köszönöm szépen. Ez most adok-kapok lesz. Nem, csak én adok. Haha, Viktoriánus, Viktoriánus! Ez se hiszem. Olyan gyönyörű. Na, nyugalom. Hú. Mi a legyőzetett hadvezér Nimander Cecilia elé lett víve. Hát a megadásukról akarnak tárgyalni és könyörögnek. Ő a Quartz Battalion. A stranger to these parts. I concede the field and will withdraw my forces. Jesszusom, mi történik? The Foltos! Mármint nem The Foltos, hanem az történik, hogy Foltos a 24. hónap. Hát az 8 év, legalább. Köszönöm szépen a supportot. 2 év, jól számolsz? Én nem tudom, lehet, hogy 4. Hogy van ez? A háborús évek duplán számítanak, úgyhogy ez 8. Pörögjenek a hype-ok, köszönöm szépen a támogatást. Na, igen. Valóban idegen vagy ezen a földön. Mi vagyunk Cecilia Stoutheart. Igen. Was it your weapons that armed the bandits who caused the uprising at my mines? There was a misunderstanding, milady. We were led to believe by our employer that they had a lawful claim on these lands. Ha azt mondták nekik, hogy akik megbízta őket, vagy őt, hogy joguk van erre a területre. Nincs. Itt csak nekem van jogom. Nyugalom. Igen. By the mercenary cause we could not withdraw our services. Aha. A kódjuk, a becsületük alapján, vagy hát a kód alapján, ugye, this is the way.
nem állhattak le. I'm satisfied with your answer. I will spare you, but every Berian of your company must leave my lands immediately. Csatlakozzanak hozzánk, hogyha kemények. It was Lady Hammond that hired us. Igazán. Szóval ez a Lady Hammond keveri a szalámit. Na jó, van, akkor megkeressük őt is, és akkor kardéle hányjuk, vagy hogy kell ezt mondani. Oké. We are grateful for your mercy, Lady Stoutheart. May this deal bring good fortune to our... Igen, mindenkinek nagyon nagy szerencsét, és jó szerencsét fog hozni ez a egyesség. Instead send you to the prison in Casarone. There you may complete your honor. Might be worth more than gold. Again, take two squads and transport Captain Nimander Breeze to Everkeep until we can arrange for this ransom. Igen, elviszik. Elviszik őtet. Victory! Oké. Okay. Continue. Nagyon jó, ezzel az első mappot és az első terület... Grim conviction rose Cecilia of Stoutheart. Wow. To crush rebellions and push back an army. Wow. Start. Lady Hammond claimed her settlement. We begin. Hosszú... Ne, nyugi. Mennyire jó már? Hát ezt most úgy meglepett a játék, mint az állat ezzel. Hát mekkora király volt ez a muzsika meg minden. Vin, hát kilóra akar megvenni. Ha, azt a mindenit. Nice. Na azt mondja, hogy... Hú, the responsibility of rule. Ez a kettes számú misszió. Hmm. Tudja valaki, hogy hány misszió van? Mert ugye négyet látok, vagy mennyit. Mindeközben üzenetet gyorsan ellenőrzök. Szóval, hogy négyet látok, de lehet, hogy azután, ha a negyedik meg van, van több. Bár nyilván ez még early access, tehát simán lehet, hogy majd így tele lesz, vagy valami. Csak itt tök érdekességképpen, hogyha valaki tudja, az nyugodtan írja meg, hogy van-e több, vagy az már majd a second song, mert ugye most mi a first songot választottuk ki. Na mindegy. With the tragedy at Hope's Glade fresh in her mind, Cecilia set off in a swift pursuit of the Berian mercenaries hired by Lady Hammond. She must get an Ashbourne and defend her holdings. There were likely many people in the region stay loyal to Hammond the family, so she would need more forces before facing the Berian mercenaries. She would call on her old friend, Willia, never back down from a fight. Let's go! Nyomjuk! Négyet misszió, ha jól tudom. Oké, okay, köszi szépen, Roland. Köszi, köszi. Jó! Királyság. Sürgette az egységeit, a katonáit. Na jó, akkor mehet a kettes számú misszió. Erre még valószínűleg lesz időnk. Let's go. Ott egy milestone. Hopp, ti kik vagytok? Hello? And the victor awarded the colors with ja, hogy ő a másik, akiről szó volt, aha. Ő Vilja. Mondjuk mondható, hogy hasonlít, én elhiszem. Oké, okay. Well met. Ja, csak női hangon.
Olyan, nem tudok. I was just doing a little pruning. Some obnoxious weeds tried to take over this road. I guess they didn't know that I like an ordinary garden. Öreg barátunk, Willia, hát hello! I hate to take away from your gardening, but if these weeds are more banal as nights, then I think I know the root of it. Lady Hammond has hired Barians, and they're headed for Ashburn. I must now deal with Lady Hammond and her hired Barians. Are you with me? Velünk vagy, vagy ellenünk? Ez itt a kérdés. Micsoda muzsika. I don't think Hammond forces some doesn't feel right, Cecilia. Aha, tehát valószínűleg nem a Hammondnek a egységei vannak a dolog, vagy hát ő van a dolog magad, mert hogy nem olyanok az egységek, vagy hát hogy mondjam, a valami simlisség van. Oké. Okay. Ő vár ránk Thornecliffébe. Jó. Irány Thornecliffe. School magyar. Magyar school fordítva. Így úgy. Üdvít. Hello, hello. Micsoda objektívák. Azt mondja, gain control of the celestial ore mine. Gain control of the amber mine. Ore. Amber. És ott van az Ashburn. Oké. Okay, tehát el kell mennünk a térkép szerinti balol irányba. Tehát keletnek. És el kell foglalnunk a bányákat. Csináljuk meg? Legyen így? Oké, okay, kettő movement. Mennyi egységünk van? 35, ilyen, 5, olyan, 5, olyan. Hávó, már jobb is. Megmaradtak a tárgyaink? Na, akkor ezeket nagyon nagy sebességgel tegyük magunkra. Be. Úgy. Nagyon jó. Így. 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 Out of movement, a manóba is. Pénz? Mocskos pénz, mi más? Útjelzés. Large farmhouse. Veléres kard. Elfoglaltam. Minden körbe 150 aranyat hoz. Add ide a kardot, de nagyon gyorsan. Ennek egy C betű a gombja, aha. Plusz 5 offence. Nagyon jó, add a pénzt. 900 pénz. Van ott fa is. Meg van itt medium build site. You need to claim this town to build here. Micsoda? Én elfoglalom. Én ne foglalnám el. Tavern. Claiming towns and settlements. Na várjatok, új mechanika. Négy nehéz fiú ment be a frankóhoz. Köszönöm, fecsegő, ezért egy százas jár. Egy százas? Na jó, bocsánat. De nem ér, Bobby, most megint meg kell néznem a filmet, és legalább már százszor láttam szerintem. Nyugatra nem keretne, ha írhatom ezt. Jogos, igen, bocsánat. Tehát keleten vagyunk mi, és nyugatra kell menni, igen. Jaj, na, settlement come into two sizes, small and large. Large settlement and towns with connected buildings are where your produce, resources and troops. Recruit new wielders and perform research. Okay. When you encounter a natural settlement, you on your adventures, you need to use a wielder to claim it. Use right click on the settlement and your wielder will claim it. Furthering your conquest. The maximum numbers of wielders you can have is determined by how many towns or settlements you have and their and tier of each town settlement. Uh-huh. Okay. Claiming town and settlement. Yes. Build sites. Uh-huh. Ugye ezekre a pontokra lehet építeni. Oké. Okay. Oké, okay. És akkor ott lehet majd upgrade-elni is. I got it, man, I got it. Akkor ezt elfoglaljuk, figyelj oda.
pü! Abba a pillanatban elfoglalni, és akkor azt mondjuk neki, hogy Wielders Manage Defense Upgrade. Na és hogyha azt mondom neki, hogy Visit Managing Defense. Azt mondja, megerősítsük, igen, Build up Garrison, Defend Troops, Garrison Troops. Ballista. Aha. Aha. Igen. Minden világos. 420-ért Draft Troops, Upgrade Troops, Defense. Defend with Wielder. A Wielder vagyunk mi, tehát akkor be lehet állni ugye a hőssel is ide. Három ilyen bár, hát az jöhet. Sose gond, ha vagyunk többen. Kis pénzért, kis egység. Azt mondja, hogy farm. Sell farm, 600-ért el lehet adni. De én nem adom el, mert 150-et hoz. Aha, ministers. Minster, az, tehát ez a bard, hívjuk úgy. Ez jön innen, aha. És akkor itt... now we talking, mother. Barak, az kéne nekem, mi kell a barakhoz? Requirement research. Hogy nyald meg a show-t. Quarry, lumber mill, farm, az pénzt hoz, az követ hoz, az meg kizárásos alapon fát hoz. Nagyon jó. Igen. És a Largéba. A Largéba még... Aha. Grand Armory. És Akadémia. Aha. De hát nincsen ilyen cuccom. Jó, akkor a small cucc kellene nekünk. Peasant 6. Azt mondjuk jó. 3 milícia egységenként. Várja, nincs itt ilyen? Amúgy. Large farme, blacksmith-e, farmhouse. Yes. Large campe. Érdekes. Medium build site. Aha, ide lehetne majd barakkot. De én szeretnék barakkot, nem? Jaj, pont nem látjátok a mocskos képemtől. Oda néz. Ott van a lovagos. Nagyon jó. Oké, akkor viszont azt fogjuk csinálni, hogy ide... Építünk egy ilyen. Hogy építi? Nagyon jó. Ugye ez most úgy van megcsinálva, hogy itt a központi épület köré lehet építeni a dolgokat, mint hogyha egy Warcraft-tal játszanál. Nem pedig a kastélyon belül, mint a Heroes-ban. Mert ugye a Heroes-ban az volt, hogy volt a kastélyod, oda beléptél, vagy azon belül tudtál építkezni, fejleszteni, és stb. Itt meg az adott pontokon, ami a settlement körül van, ott tudsz építeni és fejleszteni. Ötletes, mit ne mondjak, ezt a farmot amúgy meglátogatnám. Ja, hogy az az enyém, akkor nem kell meglátogatnom. Akkor viszont erre felé jövök. Mert az pénz. Meg ott van egy ilyen camp. Igen. Aha. A bányánkat lerohanták ezek a ferik. Már megint. Pedig mi kötettünk egyességet, mégis megtámadta. Vagy mi. In the recent fight with the order... Jó. Na várjál. Nekem kellenek ezek az egységek. Pénz az majd jön. Az egység fontosabb. Ellenállhatatlanul durván kemények legyünk. Hogy tetszik nektek eddig a játék amúgy, srácok? Tök kíváncsi vagyok, hogy... Mi a vélemény? Na most várjál, mert ide benyomunk ilyet 10-et, akkor az már majdnem maximumon vagyunk a milíciásokkal. Most pedig maximumon vagyok. 50 per 50. Jó, oda kéne ugye elmennünk. Rolandnak tetszik, azt írja. Tasmán ördögnek is bejön. Hát igen, aki mondjuk alapvetően tényleg amúgy mondjuk a Heroes játékot kedvelte, az valószínűleg ezt is kedvelni fogja, mert nagyon... Nagyon, mondjuk úgy, hogy nagyon kopi. Tehát tényleg.
Warcraft aztam, Heroes-zal is toltam, szóval jóság. Nekem teljesen a nagybetűs kikapcsolódás. Igen, én is azért gondoltam, hogy ez így vasárnapra tökéletes lesz, és ezúton is még egyszer nagyon köszönöm a fejlesztőknek, hogy kaptam hozzáférést a videójátékhoz. Na várjatok, itt rendet kell tennünk, mert nagy a buli. Ó, ott van egy spear. De most várjál, akkor ez esetben van egy spearünk, ami plusz 9. Tehát ez érdemes lehet kicserélni, viszont az kétkezes. Jó, nem baj. Oké. Building. Ja. Oké. Szedjük le ezeket. Nem kell a duma, mind megdöglötök, mert itt izé... Mi egyességet kötöttünk a Szent Fánál, ti meg idejöttetek és izé keménykedtek. Halál rátok! Bocsánat. Sose voltam a Heroes of Might and Magic fanja, de jó nézni. Na, örülök, az is valami. Jönnek a genyócák. A kis undorító abonációk. A bárdokat feláldozzuk. Fuss előre! Dandelion. Úgy kell mondanom, bocsánat. Nem ülök középen, várjatok, mindjárt szó éri a ház elején. Auto French. Te vagy már egy Auto French. Gyere előré. Még mindig Auto French. Az anyámot. Új kör. Kapta, halt. Hups. Wap wap wap. Oké. Némi áldozatot követelt tőlünk ez a csata. De Victory. Viktoriánus lett a dolog. Nagyon jó. Azt mondja, hogy itt van egy lumber, úgyhogy azt elfoglaljuk. Az 2 fát ad körönként, és fölveszek 6 fát. Most már van 11 fám, és 2 jön körönként. Ez nagyon hasonló itt tényleg a izé mechanikájához, a Heroes mechanikájához, az is így volt. Jó, azok még vannak. Ez megépült, oda visszamegyek most egy picikén. Ugyanis itt tudok 10 egységet egy 1000-esért fölvenni. És akkor van, tehát pótoljuk a elesett egységeket valamilyen szinten. Ez visited, szintén visited, az már a miénk. Itt van egy camp site dolog, meg arra felé kéne menni. Ott van egyszer egy valami. Meg itt ilyen felfedezésekben vagyok. Nézzük meg a kártnál mi a helyzet. Out of movement, na. Jó van akkor. Ó, 800 pénz. 300 pénz. Na jó, azokat is elagyabugyáljuk. Legalábbis remélhetőleg. To battle! Mehet. Háború! Az ellenség hadat üzent! Bocsánat. Jönnek a röpködő genyócán. Ne bánsd! Mondtam, hogy ne bánsd. For the honor! Azaz. Oké. Okay. Ők is megvannak. Tada! Oké, okay, szintet léptünk. Nagyon-nagyon jó. Vagy 5. Nem. Nekem a gárdot. Bár az order is jó. De a gárdot add ide. Most azon fejlesztünk. Már 5-ös szintű Ceciliánk van. És most már van kőbányám is. És nem Kispesten. Na. Nyugi. Ott van egy ilyen buckle shield. Cili néni már 5-ös szintű. Ott van ő. A bomba nő. Szia technokoló csirkefarhát. Hello. Heroes like-al. Ez egy Heroes like játék.
Ó, hogy ide körbe kell menni, hogy tegyem. Ó, hogy az a manó edne meg az. Na jó. Na várjatok. Manage defense. Draft troops. Ó. Oh. Oké. Okay. És akkor ők most védik itt a izét, ugye? Aha. Tehát minden körbe ott ugye le tudom gyártani az egységeket. Tudok barakkot csinálni. Tudok barakkot csinálni, gyerekek. Tudok barakkot csinálni. Add ide. Oké, okay, azt építi. Építi. Nagyon jó. Konkrétan very good. Ott ugye íjászt, meg a másikat tudunk majd toborozni. Amúgy vasárnap van, nem szombat, igen. Halló? A mínusz 10 megint. Ó, azt elfelejtettem, hogy ez ilyen... Nem túl szerencsés. Jó, ott a kesztyűt... Jaj, várjál! Egységek! Igen. Ja, velük találkoztunk. Ők a Sherwood népe. We've heard battle cries of Stormspire. It was terrifying. Oh. Csatlakozzatok hozzánk. Ezt már szeretem. Gyertek. Gyertek, legyünk együtt nagyon kemények. Ez az. Jönnek, jönnek, harcolnak velem együtt. Három kör oda eljutni legalábbis a videójáték azt az információt írja. Viszont ott van egy láda. Out of movement. Jaj, nem gyártottam le. Semmi baj. Majd most. Oké. Okay. Jöjjünk erre. Ott van egy... egy camp. Add a pénzt. Most nem kellnek a dalnokok. Ó, viszont most már fejlesztenünk kell, hogy több egység elférjen. A Sherwood-i íjászok csatlakoztak hozzánk. Így van, így van. Out of movement. Viszont... Ó! Oh. Wilders. Olyan, hogy vele is tudnék most így 2005-ért mozogni? Skills. No more wielders can be recruited, acquire more towns and settlements, or upgrade the ones you have. I see. Okay. Azt mondja, hogy 10 darab kő kell ahhoz, hogy fejleszek ezen az settlementen. Nagyon jó. Az hamarosan megvan. És nincsen elég helyem, hogy a De az íjászokat, meg őket legyártom. Nem baj, addig ott növekszik a számuk, hogy mennyit tudunk majd legyártani. Király. Oké, okay, oké. Okay. De mi a... Mi az, hogy kettő ott az? Az, hogyha megnyomom a kettest, odaugrik, vagy... Vagy hogy kettes szintű valószínűleg, inkább az. Jó. Oké. Okay. Azt mondja, hogy erre kéne mennünk. Én hiszek neki, ő jobban tudja. Ú, viszont erre is ott hatalmas patkányok vannak. Hát, srácok. Micsoda muzsika. Neki megyünk a hatalmas patkányoknak. El kell kiabálni magunkat, hogy vigyázz, támadni akar. Tudom. Azért rakom őket előrébb, hogy a távban jobb legyen a dolog. Mehet. Királyság. Jönnek a patkányok. Jó sok patkány az, azért jegyezzük meg. 20-an vannak egységenként. Jó, onnan fogok támadni. Oké. Okay. Nem a legjobb, mert pont a izé mögött van.
15-22 meghalhat. Jó, azokat leszedjük. Uh-oh. 3-10-ig. Ja. Besegítünk ide. Jönnek ott a patkányok. Azt meghaltak ott a patkányok. Ott még nem haltak meg, azok most nagyon kapják. Jó, hátba ütjük ezeket. Ott neki reloadolnia kell. Őket védjük meg, amennyire tudjuk. Hátrébb is. Á, nem, de hülye vagyok. Nem vettem észre a piros izét, vagy nem figyeltem. Ezt én rontottam el. Egy helybe kellett volna maradni. Hát ez az én hibámból estek el azok az egységek. Ez 90 darab patkány volt? Ott én nem kellett volna mozognom, csak a defense-re ráadni és reloadoltatni őket. Na mindegy, hát így jártunk. Néha a háború áldozatokat követel. Az mi az ott az? Cö. 2 offense, de ez hova való? Any hand. Ja, hogy ez ilyen... Aha. Ez ilyen szurkapiszka. Jó, viszont most már szerintem van elég alapanyagunk, így is van, hogy megcsináljuk a fejlesztést. Mehet! Your wielder limit has increased and you can now purchase more wielders at any of your towns or settlements. Most már lehet még egy hősünk, tehát most már a 2500-ért itt fel tudjuk fogadni Viljat. Tudjuk rekrútolni. Jaj, hoppá! Milyen fura, véletlen rányomtam. Illetve azzal, hogy upgrade-eltünk, új helyeket is elérhetővé tett a épület közelébe. Például van most már ilyen nagy hely, az Akadémia, illetve a Grand Armory. Viszont ehhez már Celestial Ore meg Ancient Ember is kell. Kívánok, jó estét! Market Place. Itt lehet kereskedni. Hát én nem akarok kereskedni, vagy akarjak kereskedni? Építsük meg, persze, hát azért egyszer élünk, nem? Jó, és akkor vele meg el kéne indulni ebbe az irányba, mondjuk. Elfoglaljuk ezeket itt. Na akkor legalább jön a pénz. Mocskos pénz, mi más? Kaptunk tőle egy eszközt. Vagy hát egy vértet. Plusz 7. A másiknak mennyi? Csereberélni lehet majd a tárgyakat? A kereskedelem pénzt generál, állítólag. Ugye, és akkor így mutatja azzal a kis kalapáccsal, hogy jelenleg under construction, tehát építkezés alatt a marketplace van. Nice. Manage defenses, troops. Most már van helyünk őket is legyártani. Mert most már nem 2, hanem 3 hely elérhető. Jó. Tök jó. Tetszik. Na várjál, mert vele még van movementünk. 700 pénz. Úgy, nagyon jó. És a tabbal tudok váltani. Nagyon király. Az mi a szent? Ó, Celestial Ore. Akartam kérdezni, mi a szent Habakuk? Mindeközben terror. Hát hello. Nagyon szépen köszönöm a te jó ég 8. hónap tier 2-t. Hát pörögjenek a hype-ok. Köszi, köszi. Na én most nem voltam egy darabig, de azt mondtam, igenis azt mondta, hogy idézem, az a baj, hogy jó a játék. Az a baj, hogy 30 euró, tehát hogy egy picit azért talán erős, de tényleg jó. Tényleg nekem is szimpatikus, amit eddig látok. Én mondtam, hogy Veldur fél szemmel nézze csak, gyerekek, én mondtam. Jó. Hát, tényleg, aki szerette a The Happy Spirit.
Uh-huh. Szóval aki szerette a Heroes-t anno, annak ezt biztos, hogy bejön. Ó, bárdot tudunk felfogadni, 30-at. Annyi pénzem nincsen amúgy, hogy 30 bárdot felfogadja. Mennyit tudok felfogadni? 3600 van. 15-öt kérek, jó? Volt pénz, nincs pénz, viszont körönként 1300 jön. Hát ez konkrétan gazdagság, ugye úgy mondják. Más néven. Gyertek, csalatkozzatok ti is. Oké. Na merjem itt óvatosan, mert itt már ilyen skeletronok vannak, gyerekek. És nekünk itt ez az egység, az még nem olyan nagyon erős, mert csak 10, meg 5 sima ranger van. Tehát ilyen lootolásra jó egyelőre vele mozogni. Másra nem annyira. Jó, a barak még építkezik. Igen. Nagyon szép. Ja, hogy már kívánságvistára tettem? Nem tudom mikor, de oké. Okay. Hát ez ilyen. Kiderült a turpisszág. Jajaj. And in the middle of walking skeletons with raised weapons were seen. Ott vannak a csontik. Támadnak a csontvázok. 200 arany. Kő meg fa, minden volt ott. És az micsoda, Skull and Lantern. Signal of akárki, develop the method to detect areas where essence occurred in abundance. Later, Aurelius Council of Wielders would construct the essence priors, so wielders could easily connect to see natural okay. Pillanat, mert látom itt közben, hogy nagyon pittyog a telefonom. Na bocsánat. Képzeld el, neki rúgtam a Jurassic World 2-nek, nagyon élvezem, helyes, az nagyon-nagyon klassz kis játék, jó játékot hozzá. Oké, szerintem még vele nem kéne megtámadnunk a csontikat, mert az nem lenne túl bölcs. Jöjjünk erre lefelé. Majd vele, úgyis abba az irányba megyünk, mert kesztyű irányába mentem. Jó. Oké. És akkor irány a kesztyú. Out of movement, hát nyilván. Oké. És most... Igen... Not trained. És tudok olyat, hogy itt, aha. Open marketplace, yes. Call on rangers. Lumber mill kell ahhoz, hogy fejleszünk a barakkon. És most ezzel... Ó, aha! Ezzel kifejlesztettem a rangeres izét. Most már az is jön. Kettő körönként. Jó, szóval lumber mill kellene. A lumber mill, kérlek szépen titeket, az egy kis helyre tud kerülni. Tehát például ehelyett tudnám mondjuk... Tehát lehet, hogy a kocsmát érdemes volna eladni. Ó, lehet fejleszteni a farmot, és akkor 300 goldot hoz. Wow! És át is alakul az épület, de menő! Nagyon jó. Tehát, hogy mivel az egység annyira nem erős, ez a bárd-szerű, én bárdnak hívom. Ability plus a defense to friendly, nagyon jó, de lehet, hogy ehelyett a Lumbermere-nek lenne értelme a kocsma helyett, mert akkor ezen tudnék fejleszteni. Tehát lehet, hogy a kocsmát el kéne adnunk, mit szóltok ehhez? El ne add a kocsmát, te jó ég! Hát, a miliciát meg kéne fejleszteni.
És akkor ugye többet tudunk gyártani. A kocsmát ne. Hát mit adjak el? Nem, akkor nincs helyem, akkor nem tudunk fejleszteni ezen. A nagy helyre... Ja, csak a pénz miatt nem tudom a Lumber Mill-t megcsinálni a nagy helyre. Nem ide a nagy helyre, amúgy eredetileg ezt gondoltam, hogy tegyük ezt a Grand Armory-t, de akkor majd a Lumber Mill-t tesszük oda. Mindenki félti a kocsmát. Jó, nem adjuk el a kocsmát. Nézd meg a sok iszákos azt. Most nézd, bejátszol vagy mi? Én csak gondoltam, közösen játszunk, de hát akkor nem. Itt vannak az értesítések, jó. Oké, vele fölveszük azt az arany szütyőt. Jaj, ott vannak ilyen dárdások, az nem jó. Viszont eljátszuk azt, ami régebben volt ilyen... Ja, hogy itt tudnék elmenni ide. Nem baj. Hogy vele az egységeket fogjuk szállítani mondjuk innen. A fő... karakterünkhöz. Jó, kaptunk egy kesztyűt. Azt szerintem biztos, hogy erősebb, mint... Ó, plusz 100 goldot ad. Wow! Wooden Idol. Vagy Aimbird kapunk, vagy 1000 XP-t. Bolond vagy 1000 XP-t, adjad ide. Archery Command, aha, 5 egységnyi hely. Nem, legyen több helyünk. Úgy, már nem feltétlen indokolt még jelenleg, de legyen több helyünk. Oké. Jövünk erre be. Ez pénz. Mielőtt megtámadjuk őket, bár Easynek írja, azért lehet, hogy nem volna hülyeség. Mit mondott Lumbermirt, ugye? Totál hülye vagyok. Yes, Lumbermirt. Jó, akkor nagy helyre. Megcsináljuk ide a Lumber Mill-t, 1200-ért. Épül is! Azt mondja, a kocsma se váltott még ki online ekkora felháborod. Ez jó. Oké, game saved. Picit elindulok-e erre, sőt ide, oda bemegyek a pénzért. Out of movement, viszont vele a space mivel tudom folytatni vajon a lépéseken? Tehát a kijelölt utat. Minden esetre visszamegyünk a faluba, vagy városba, be. Oké, és akkor azt csináljuk, hogy yes. Mindent is... No available troops, but oké. És nem tudom kivenni a... Upgrade troops, 9... Upgrade-elem. Tehát, hogy ezeket az egységeken... Move as many possible. Jó, az 30, igen. Jó, hogy ugye... Csak azt nem értem, hogy ezt a 13-at miért nem tudom egyesíteni azzal. Tehát kicserélni ki tudom. De miért nem tudom egyesíteni? Mert hogy lehet, hogy nem egyformák az upgrade miatt? Ó, az lehetséges. De most már egy... Aha, most már lehet. Ja. Oké. Nem ugyanolyanok voltak, az egyik az alapverzió volt, a másik meg már a továbbfejlesztett verzió. Kis sisak a különbség.
például, meg a hátán ilyen nagyobb lövő izé van. Hogyha megnézitek, és amiatt nem tudtam egyesíteni őket, de most már így oké. Okay. Viszont akkor azt kéne csinálni, hogy most... A nálam lévő egységeket, a Cecilianen lévő egységeket is kéne fejleszteni. Micsoda feladatok vannak itt, kérem szépen. Jó, kell a pénz. Talizmán. Vittem a talizmánt. Oké, okay, és akkor most ezt... Aha, oda rakta. Plusz 2 ordert ad. Jó, és az épület? Elfoglalva. Ez is ordert ad, aha. Ott van egy ilyen fa. Fa? Bocsánat. Szia Vine, hello, hello. Azt mondja, hogy trade. Ah, nagyon jó. És akkor most tudunk olyat csinálni, hogy egyesítjük itt... Itt az egység mennyiségeken. Úgy. Ja, az van, hogy egynek maradnia kell, viszont ezeket meg még föl kéne update-elni. Tehát el kéne vinni Villiával ezeket az egységeket felupdate-elni. Aha. Aha. Jó, és tudunk csereberélni tárgyakat is, ami kiváló, mert így jobb lesz minden egységnek. Így. Így. Konkrétan csodálatos. Konkrétan csodálatos. Jó. Oké. Okay. És akkor Villiával elindulunk vissza az update-et megcsinálni. Vele meg amúgy nekiugrok már így ezekkel az egységekkel a csontiknak. Mit szóltok? Mentünk egyet. Igen. Igen, itt az upgrade az mehet. Upgrade barak. Azt a mindenit, az igen. De menő vagy. Manage defense. Upgrade troops. Aha. Na ezt már szeretem. Aha. Aha. Plot is empty. Vagy pool is empty, bocsánat, nem a plot. Tehát ilyet is itt már most már ilyen fejlettek vannak. Jó, ja, de várjál, hogy lehet a trubadurt lehet csinálni a sima bárdból. De jó, hogy nem adtuk el a kocsmát. Ki mondta, hogy adjuk el? Hát mekkora bolondság lett volna. Na, azt mondja, hogy Ancient Ember és Glimwave kell ahhoz, hogy a trubadurt tudjuk gyártani. Igen, igen. Na most az probléma, mert egyik sincsen rendelkezésünkkel. Királyság. Nem baj, mehet. Mehet, jó. A csaj megy visszafelé. Kegyetlenül lépked. Elképesztően. És akkor Cecilia-val meg megpróbálkozunk a csontikkal. Micsoda gonosz mágia ez. Bound by off. Bound to her. Mondták a csontvázak. Kiadtja mestered. Bound to conquer. Hódítani jöttek a csontik. Bannajuk, aki el akarta adni a kocsmát. Na, nyugalom. Nincsen semmi gond, megvan a kocsma. De miért oda hátra rakod be? That's what she said, ugye? Mi?